tananyag lett. Idén bekerült a történelemkönyvbe. A miniszterelnök háromszor is szerepel az új 8. történelemkönyvben, melyet a napokban kaphattak készhez a tanulók. Antal, Horn, Gyurcsány, Kisalakos képe mellett a miniszterelnök kétszer is helyet kapott a tankönyv hasábjain. A globalizáció árnyoldalai főcímet kapta az a hasáb, ahol Angela Merkel, német kancellár migrációval kapcsolatos nyilatkozata alatt Orbán 2015-ös brüsszeli bevándorlásról tartott beszédét olvashatják a diákok. Fiatalokat kérdeztünk mindenről. Ez most komoly kérdés. Engem ez nem izgat. Nem tudom, én már nem 8-os vagyok. És 8-os fejjel lesz, hogy látod? Vagy mit gondolsz erről? Nekem mindegy. Hát nagyon részvétem. Hát nem tudok erre mit mondani. Tanulják a népek. Ez egy jó dolog? Hát... nem hiszem. Biztos jó dolog. Hát legalább a magyar történelemről tanulnak az emberek. És ő már a magyar történelem része? Hát Orbán Viktor, igen, mivel elnök. Hát nem erről kéne tanulni a gyerekeknek, az életről inkább. Ez nem az élet? Hát mi, Orbán Viktor? Szerintem nem. Ő csak egy politikus. Hát szerintem jó lesz, mert hogy bírom a fejét, és sokat beszél a migránsokról, és szeretem ezt a témát, és ez lesz a történelem majd később. Én úgy gondolom, hogy a diákok azok otthon is eleget hallanak a politikára, és szerintem nem jó dolog ezt az iskolába is bevinni, főleg nem Orbán Viktoron át. Én úgy vagyok vele, hogy jobban örülnék neki, meg szerintem a fiatalság is jobban örül annak, hogy a régmúltat tartják itt szem előtt, szóval, hogy ezzel még 8-os tananyagban nem kéne nagyon foglalkozniuk. A mai történelemkönyvekben azoknak kéne szerepelnie, akik a történelmünket meghatározták. Meghatározó személyiségek, emberek, és nem feltétlen az aktuális. Orbán Viktor nem ilyen? Orbán Viktornak jelenleg a magyar történelemhez nem hinném, hogy olyan sok köze van. Szerintem jobban kéne foglalkozni a múlttal, mert végül is erre alapozunk mindent. Szerintem igazából a 8-osoknak nem kéne tanulniuk körülbelül a második világháborúig semmit, én ezt gondolom.